Tisztelettel köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Hát van miről beszélgetünk, látták az előzetesben, vannak remek vendégek. Kettővel kezdjük a sok közül. Jó estét kívánok az uraknak, ez egy ilyen hármas beszélgetés lesz. Ungvári Tamással és Kálmán Lászlóval. Én azt mondtam, hogy ne az MTA-ról beszéljünk csak. Mert hogy ez a történet, ez nem a Tudományos Akadémiáról, hanem a tudományról szól. És az egész pedig úgy általában, ami zajlik az elmúlt hetekben, szerintem a kultúráról és a tudományról úgy összességében. Egyet értenek-e az urak ebben velem? Hát nekem kell kezdenem csak az idősebb jogán. Összefüggenek a dolgok, de különböznek. Annyiban különböznek, hogy ha arra gondolunk, hogy az irodalomban volt egy ilyen kultúrharc, vagy kezdődött egy ilyen kultúrkampf, az nagyon pici ellenfelek ellen ment. Tehát szegény Esterházy Pétert próbálták trónfosztani, ő már nem tud visszaválaszolni. Hogy célpontba került ez, az, amaz, ezek nem erős emberek. Az akadémia azonban az egy nagyon-nagyon erős ellenfél. Az akadémia most egy nagy próba előtt áll, és ezt a próbát olyan erős emberek vívják, hogy az egy más. Tehát itt a góliátok csapnak össze, hogy így mondjam. Mindenkinek tudomásul kell venni, hogy mondjuk Lovász László, az akadémia elnöke, az a világ első nem tudom hány tudósában van benne, de ő maga egyik a legnagyobb tudós. Hát ő, ha ővele arról beszélő kompromisszum nem nagyon lehet, mert nem hiszem, hogy Lovász László alkalmas kompromisszumokat. Na, de ezek az erős emberek vannak elég bátrak is ahhoz, hogy erősek legyenek? Ezt a Laci felelje meg, én szerintem igen. Én nem erre akartam reagálni, de erről csak annyit szeretnék mondani, hogy ezeknek az erejét azért eléggé az az intézmény adta, ami egy nagy tekintélyű, egyik legnagyobb tekintélyű intézmény Magyarországon, és hogyha ezt megtörik, ezt a tekintélyt, ezt az intézetet, ezt az intézményt maguk alá gyűrik, akkor az ő erejük is szerintem csökkenni fog. Az, hogy nemzetközileg ismertek, az pedig ezt a kormányzatot szerintem egyáltalán nem érdekli, mint ahogy általában a nemzetközi reakciók nem szokták érdekelni. De én inkább arra az első részére reagálnék a kérdésnek, hogy az utóbbi hetekben meg, hogy összefüggenek ezek egymással. Először is szerintem persze összefüggnek egymással, és nem tudom, hogy ki álmodozott arról, én nem, hogyha ez a mostani hatalom meg akarja szerezni ezt az országot, akkor nem fogja szőröstől-göröstől megszerezni. Nem elég neki a Föld, meg a Balaton, meg a vagyon, meg a nem tudom mi, hanem akkor biztos, hogy mindenestül akarja, és nem tudom, hogy ki álmodozott arról, hogy majd mi értelmiségiek ellébet szólunk majd itt valahogy. Ezt egy pillanatig se gondoltam, az csak időkérdése volt. A másik pedig az, hogy ez az elmúlt hetekben történt. Tehát szerintem nem. Szerintem ez sokkal korábban kezdődött, csak a közvélemény, mint ahogy ezt is el fogja engedni egyébként a füle mellett, mert ez az embereket azért annyira nem érdekli. A közvélemény még ennyire se figyelt oda arra, hogy ez a kormányzat kezdettől fogva egy csomó alkotmány és törvényellenes lépést tett a tudomány területén is. Nem volt túl nagy visszhangja ennek, de a tudományos életben ez nagy felháborodást keltett. Arra célzok, hogy például létrehozott olyan tudományos intézményeket, amelyek a közvetlenül a miniszterelnökséghez tartoznak, mit tudom én, Veritas, nemzetpolitikai intézmény, volt egy nem tudom, 4-5 ilyen intézetet létrehoztak, amivel már eleve megsértették az alkotmányt, meg az alaptörvényüket is, hiszen a politikának semmi köze nem lett a tudományhoz, ez egy nevetséges dolog, hogy közvetlenül politikai irányítás alatt tudományos intézeteket hoznak létre, és törvényt is sértettek azzal, hogy ezeknek a kutatói személyzetét nem pályázati úton toborozták, tehát úgy töltötték be ott a kutatójállásokat, hogy nem írtak ki pályázatot, amit se egy egyetem, se az akadémia nem engedhetne meg magának, mert ez törvényellenes. És ez az első lépés, amit ők megtettek, ez már szerintem bőven mutatta azt, hogy mi az irány, és bőven mutatta azt, hogy ők igenis a tudományt is a magukévá akarják tenni, maguk alá akarják gyűrni, azt akarnak odarakni, akit ők annak alkalmasnak találnak, és nem riasztja vissza ez őket az a különböző alkotmányellenes lépésektől, semmint az élet más területén se riadnak ettől. De milyen érdekes, amit most mondott, mert pont az ellenkezője most a kormányzati érv. Ugye az elmúlt napokban azt halljuk,
hogy a tudományos akadémia politizál, ami tűrhetetlen, éppen ezért lépnie kell a kormánynak, mert ez nem megengedhető, a tudományos akadémiának nem ez a dolga. Kálmán László meg azt mondja, hogy a politikus meg beleszól a tudomány életébe, ami tűrhetetlen, mert a politikának nem ez a dolga. Egymást vádolják, de valaki erősebb lesz ebben. Nyilván az, akinél a pénz van, nem? Nem hiszem, hogy ez a pénzem múlik. Én azt képzelem az akadémiáról, hogy ilyen megpróbáltatások már sokszor érték, valamikor elbukott az akadémia. Emlékszem arra, hogy egyszer egy elnököt akartak választani, vagy főtitkárt, és 270 szavazat volt ellene, és 3 mellette, és egy éjszaka acélelvtárs végig telefonáltatta az illetékeseket, és másnap megválasztották a főtitkárt. Hát volt ilyen. Ma iskolaigazgatókat neveznek így. Ma iskolaigazgatókat neveznek így ki országszerte. Igen, csak azért a súlycsoport különbségeket engedjétek meg, hogy én ragaszkodjak ahhoz, hogy mondjuk Frany Tamás vagy Lovász László, ezek más fából vannak faragva. Abból a fából vannak faragva, hogy nekik a tudomány autonómiája fontos, mert nagyon nagy focipályán játszanak. Tehát azért, mert a lovászféle lemma, az kevés ember érti meg. Attól az még ott van a nemzetközi közvéleményben. Én azt képzelem, hogy már az akadémiával való vita az már hosszú. Tehát egyszer volt egy ajánlat, hogy elveszük a 27 milliót, utána az volt, hogy az akadémia beadott 2 variációt, hogy egyik az volt, hogy egy teljes évre függesszük föl ezt, és várjuk meg. Másik az volt, hogy így vagy úgy, vagy amúgy osztják föl ezt. Itt igaza van a Kálmán Lászlónak, persze, hogy itt a társadalomtudományokról van szó elsősorban, mert a társadalomtudomány akkor is politika, ha nem azt mutatja. A második fontos kérdés az, ami engem legjobban zavar az egészben, ami úgy nevezünk, hogy haszonelvűség. Hát mi a társadalomtudományok haszna? Hát az csak 3-4-szeres lépcsőben mutatkozik meg. Annak idején az alkimisták elkezdtek kísérletezni a fémekkel, hogy majd aranyat csinálnak. Aranyat nem csináltak, de közben minden fém tulajdonságát felderítették. Vagyis a közvetlen haszon elve, ami megmutatkozik, az nagyon rossz. Mert nincs a dolgonak közvetlen haszna. Én írtam egy nem tudom hány könyvet, közvetlen haszna egyiknek se volt, de számos embert felvilágosított erről, arról, amarról a magyar történelmről. Az akadémiának lehet, hogy jót fog tenni ez a megpróbáltatás. Mert el fog válni az, ami el szokott válni. Még az is föltételezhető, hogy esetleg az akadémia elnöke, titkársága, stb. Lemond. Ez nem olyan egyszerű, mint ahogy ez. Mindenben lehet győzni, ebben nehéz. Van összefüggés, vagy van párhuzam az ELTÉ-t élő mostani a genderszakkal kapcsolatos ügyek és a tudományos akadémiát érő általában a társadalom tudománnyal kapcsolatos ügyek között, vagy ezek csak párhuzamosan fognak? Nem, ezek mind összefüggnek, hát ezzel kezdtem, hogy már igazából nem csak ez, hanem már 2010 óta minden ebbe az irányba mutat. Hát természetes. Mert akkor ez összehangoltnak tűnik, még hogyha nem is egyként beszélnek ezekről. Hát nem biztos, hogy az időzítés összehangol, de hát ezek folyamatosan fognak következni, ezek és ennél még durvábbak is szerintem. Tehát megint csak azt gondolom, hogy mi egy álomvilágban, vagy néhányan itt álomvilágban éltek. De két dologra hadd reagáljuk. Az egyik ez a politizál-e az akadémia, és a másik a haszonelvűség. Én azt gondolom, hogy valóban van egy ellentmondása között, hogy az alaptörvény is, vagy hát már az alkotmány is kimondta azt, ugye, hogy a politikának nem szabad semmi keresni valóban, és a tudományos döntések körül, és ezzel szemben tényleg ez nagyon szép paradoxon, hogy közben ők azzal vádolják az akadémiát, hogy politizál. Ez egy szónoki fordulat, ez duma, ez kamu az egész, ez egyszerűen csak egy PR fogás, amivel megpróbálják megetetni. Ugyanígy a haszonelvűség, én elhiszem, hogy vannak nagyon buta emberek ezek között, a kormányzati figurák között, akik tényleg hisztek abban, hogy csak hasznos dolgokat kell, közvetlen hasznos dolgokat kell csinálni, ezt épesző ember nem gondolhatja azért is, amit elmondtál.
Tehát ez nyilván teljes abszurdum, de ez ugyanaz a kategória, ez PR, ez kamu, ezzel lehet az ember, egyesek megeszik azt, hogy a gender kutatás, tehát ugye a társadalmi nemi szerepek kutatása, vagy a társadalomtudománynak egy ága, mivel a nemi különbség az az emberek között, hát talán ugye a legnagyobb, mert 50-50%-ban oszlik meg, tehát hatalmas, két hatalmas tábor osztja az embereket, ezt kutatják a világon mindenütt, hogy ez nem hasznos, ezek csak légből kapott dumák, hogy nem hasznos, vagy bármilyen társadalomtudomány. De visszatérve a politizálásra, amikor azt mondják, és benne van ebben az úgynevezett kompromisszumban, amit már a neve is, hogy kompromisszumnak hívják, szerintem már is abszurd, mert kompromisszumot ugye azok szoktak kötni, akik valami komoly érdekellentétben vannak, és valami közös nevezőre akarnak. Én nem látom az érdekellentétet. Mi volt itt egyáltalán a probléma, ami miatt kompromisszumot kéne kötni? Szóval visszatérve erre, abban a bizonyos kompromisszumban benne van, hogy az akadémiának nem kellene politikai dolgokba beleszólnia, nem szabadna politizálni. Ez egyrészt teljesen értelmetlen és ellenőrizhetetlen. Mit jelent ez? Ez például azt jelenthet, hogy én többet ide nem ülhetek be, mert ott dolgozom? Vagy ez csak a vezetésre vonatkozik? Vagy csak az egész intézményre? Vagy csak a kutatások vagy irányára? Egyáltalán nem konkrét érthető. Példák ilyenek. Ezen az alapon bármibe bele lehet kötni. Másrészt pedig nem értek egyet azzal, hogy ez csak a társadalomtudományokat érinti. Mert például, hogyha akár energetikai, akár fizikai, magfizikai, akár közgazdasági szempontból, például valaki a paksi atomerőművel szemben megszólal, aki az akadémia kötelékében van, nyugodtan rá lehet mondani, hogy ne szóljon bele aktuál politikai dolgokba, hiszen a paksi atomerőmű bővítése az most egy aktuál politikai kérdés. Hát ezen az alapon nem csak társadalomtudósokat, hanem bárkit meg lehet úgy bélyegezni, hogy ő most politizál, vagy bele akar szólni az aktuál politikámba, hát természetes, hogy a tudománynak szinte minden területe hát bele szól, akarva, akaratlanul, hatása van arra, hogy milyen... Behúzta magát a csőbe a Tudományos Akadémia elnöksége? Kérdezem ezt azért, mert Csuha Ildikó, az ATV főmunkatársa hozta a hírt, hogy a kormányzatnak a jelek szerint megtetszett az, hogy az MTA elnökségének a közleményében volt egy olyan pont, hogy az akadémia számára elfogadható lenne a német Max Planck modell. Ami ugye valóban arról szól, hogy ott a kormányzati szereplők, a politika, a politikusok megjelennek a döntések mögött, beleszólásuk van abba, hogy ki legyen az akadémia elnöke adott esetben, vagy hogy milyen irányúak és milyen összegűek legyenek a kutatások. Hát nem hiszem, én megnéztem most a Max Planck intézet működését, az nem úgy van, hogy pariban, tehát 50-50 vannak a kormányzat által kinevezett, az akadémia által választott emberek. Ez azért fontos, mert ugye a kormányzati válasz, vélhető válasz az arról szól, hogy ez nagyon jó, pariban megcsináljuk. Nem tudjuk, hogy miről szól a kormányzati válasz. Egyrészt is modellek, még tudományos modellek se vehetők át. A Magyar Tudományos Akadémia tagja az Európai Tudományos Akadémiák Szövetségének. Közös kutatási programok vannak az Európai Unió országai között. Magyarországon kutatják a norvég népességszaporulat problémáit. Tehát azért kell ezzel vigyázni, mert itt azt hiszem, hogy nagyon forró talajra lépett a politika, amikor ebbe bele akar szólni, mert a tudomány az teljes mértékig nemzetközi. És azt mondja a Kálmán László, hogy nem érdekli őket a nemzetközi, de hát az egész épület arra van proszenírozva. Arra találta ki Bél Mátyástól kezdve az összes csodálatos ember, aki fölépítette ezt az akadémiát, hogy kifelé nyújtjuk a csápjainkat, megtudjuk, hogy mi van itt, mi van ott. De a tudomány épülete ma már teljesen globalizálódott. Tehát most az, hogy egy akadémiai tervezet milyen, azt nem átvétellel kell megtenni, hanem azt kell nézni, hogy mi volt a magyar hagyománya ennek. És a magyar hagyománya az autonómia volt, mindig, végig. És amikor nem az volt a háború után közvetlenül, vagy például a Kádár rendszerben, akkor ezt megszenvedte a tudomány. Most van az a pillanat, amikor a magyar tudomány a nemzetközi téren fej-fej mellett halad. Az akadémiai folyóiratokban német, angol, francia, norvég tudósok írnak. Mi pedig írunk az ő közleményében. Nem olyan egyszerű. Én azt hiszem, hogy az akadémia az egy ilyen botlókő, amivel nagyon nem lehet kukoricázni.
Szerintem ebben nem egyféleképpen Nem, én nem gondolkozom. vagyok ilyen optimista, én sokkal pessimistább vagyok, és azért mondjuk el, hát ha a nézők nem tudják mind azt, hogy az akadémia eddig is nem csak anyagilag, hanem minden szempontból az államtól függött, csak nem a kormányzattól, ugye, hanem az országgyűléstől. Tehát az akadémia eddig is az országgyűlésnek tartozott beszámolóval, az országgyűlés határozta meg a költségvetését, olyan nagyon, persze, egy autonóm intézmény sok szempontból a működési szabályzatában nagyon sok autonóm mozzanat van, de azért ők mindig is az államnak valamennyire kiszolgálva éltek, és egynek megfelelőként vigyáztak is arra eddig is, hogy azért olyan nagyon nyíltan ne politizáljanak, azért van az akadémián egy jól ismert óvatosság abban, hogy mivel kapcsolatban hogyan foglalnak állást, ezt mindig testületek egymással meghányják, vetik, és általában valamilyen kompromisszumos javaslatra jutnak. Tehát nincs alapprobléma, tehát nincs olyan gond, amit ez a kormányzat meg akarhatna oldani, amit orvosolni akarhatna, és itt szerintem egyszerűen a minden fölött való rendelkezés, a mindennek a kontrollálása a húzódik meg a háttérben. A beszélgetésünk elején Kálmán László mondott egy olyan félmondatot, hogy mert voltak illúzióink, és ezek tévedések. Nem lehet ezekbe az illúziókba kapaszkodni. Mint például, hogy az értelmiség meg tudja őrizni a maga szuverenitását. Nem abból táplálkozik ez az illúzió, hogy ha analógiát keres az értelmiség, mindig a késői Kádár korszakhoz keres kapaszkodót a mai viszonyok közül, ott pedig már megvolt a viszonylagos függetlensége a legvégén a Kádár időszaknak. Az elején meg nem volt. Tehát, hogy itt valószínűleg egyfajta a távolságból fakadó félreértés is lehet. Illúziók és félreértések azok nagyon természetesek a társadalmi folyamatban. Én optimista vagyok általában majdnem mindenben, és itt most azt gondolom, hogy ahogy az internetadóban is volt olyan, hogy visszavonulás, elég lesz az irodalmat elfoglalni, talán a tudomány nem lehet. Na de az internetadó ellen kimentek a tömegek, itt még igazából az ellenzéki politikusok sem nagyon szólalnak meg a Tudományos Akadémia érdekében. Hát az ellenzéki politikusok meg kellene érteni először, hogy mi a Tudományos Akadémia, ez egy nagy akadály. Másrészt a Tudományos Akadémia dolga nem a tömegeké, az a miénk, akik szeretnék azt, hogyha a Tudományos Akadémia úgy működne, ahogy eddig. Na de amihez nincsen tömegnyomás, arra általában a politika egyáltalán nem hajlik. Vagy igen, vagy nem. Sámson története a Bibliából, egy ember megfogja, bedönti. Nem, a dolgok nem úgy működnek, hogy majd a tömegek, ezek a politikai illúziók, amivel én nem hiszek. Itt azért nagyon értelmes emberekről, szóval nem hiszem, hogy a politikában nagyon-nagyon buta emberek lennének ott, nem. Én véletlenül nagyon távolról, de ismerem Palkovics minisztert, az egy akadémikus. Tehát azért, amikor ő tárgyal, vagy más tárgyal, akkor a dolgnak súlya van. De megjegyzem, Palkovics miniszter akadémikusként sem tárgyalt személyesen, tudomásom szerint a Tudományos Akadémia elnökével, bár ő kérte ezt a találkozót. Még egy pillanatra a Kádár korszakkal való párhuzamról szerintem nagyon félrevezető az összehasonlítás. Egyrészt azért, mert itt már nagyon sok szempontból messze túlmegy ez a rezsim a Kádár korszakon, szigorúságban, és annak ellenére, hogy szabad utazni, meg egy csomó mindenben sokkal szabadabb, ennek ellenére egy csomó mindenben tovább megy, sokkal több olyan kiszolgálója van ennek a rezsimnek, aki hisz is ebben, a Kádár korszakban nem sokkal kevesebb volt, nincs statisztikám, ez egy szubjektív megítélés, és nagyon sok mindenben nem hasonlít, de amiben a legkevésbé hasonlít az az, hogy a Kádár korszakban mindig a békét, a megegyezést és a, hogy mondjam, mindenki kapjon valamit és mindenki legyen csöndben felfogás uralkodott, ma pedig a konfliktusok végsőkig való kiélezése, az ellenségkeresés, a békétlenség, az állandó indulatkeltés. Ez nagyon-nagyon különböző, és azt gondolom, hogyha ennek része a tudománnyal és a kultúrával szembeni indulatok felkorbácsolása, akkor ez mindent meg fog nekik érni, és semmitől nem fognak visszariadni, megint nem fogunk ebben egyetérteni. Én ebben teljesen pessimista vagyok, és azt gondolom, hogy egyáltalán nem szabad, hogy biztonságban érezzük magunkat. Egy pessimista nyelvész és egy optimista író, két tudós ember. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm. Köszönöm.